Sziasztok, itt Blue Baby, ez egyáltalán nincs is kedvem. Szóval kezdjünk el lamb streakelni és Isaac-ekkel, és akkor szépen lassan haladunk. Így körbe szépen, de lost. Nyomjuk akkor. Floyd az... legalább nem szexuálisan zaklat engem. Még. Bárki tudja, mit hoz a jövő. Ne gyerek közelebb! Ó, ez az egy szívem van. Mert mindent ledobtam a lefolyóban. Ja, nincs is kulcsom. Mindegy, legalább kettő bombát szereztem egy gyereért. Egyért, pontosabban. Te csak maradj odalent. Piciként és összefonnyadva. Az item slang pedig egy Halo of Flies, az így kezdő itemnek igazából egyáltalán nem is rossz. Oké, ez szerint Floyd el lett intézve. Hogyha a chat szint idegesítő, akkor valószínűleg engem is zavar, hogyha láttam, hogy mit írt. De hogy láttam, ilyen fura közhelyeket írt, nem is tudom, ilyen sértéseket. Amik elképesztően nevetségesek voltak. De Floydnak viszont ismerős volt a neve. Nem járt erre korábban? Haha! Rekt, Fűrjes Máté Rekt. De még mennyire vagy Rekt? Tudtam, hogy egy aranyládát fogsz adni, pont erre gondoltam. Csak óvatosan azokkal a lövésekkel. Most megint kényelmesen mozgok Isaac-ekkel, de a Blue Baby most nekem annyira nem csúszott, és csak megtörtem vele a kettes streakemet. Borzalom. Mindegy, szépen lassan belejövünk a játékba teljesen, és tudunk majd streakelni bármivel. De én már az Eden köröket várom, azok szoktak az izgalmasak lenni. Azok izgik. Fázni? Bárcsak fáznék én is, de én fűtöm a szobát a saját testemmel, meg lehelletemmel. Zseniális, nem? Na mindegy, majd a stream után egy jót fogok szellőztetni. Megbebaszok a mélyhűtőbe szerintem valami piet. Cat O' Ninetales, shot speed és damage up. Hé, buffolták a Cat O' Ninetales-t. Az pozitív. Fűtsek, haver. Szívesen fűtök bárkinek. Álljon meg a menet! Sötét van. Hé, vásatolom őket. Ez már döfi? Soha nem szoktam, hogy ez már döfi, de most ilyen kedvemben voltam. De most az lenne a legjobb, hogyha meg tudnám tartani, ha nem sérülnék meg a boss harcunkig és azután sem, mert kell nekem egy alkú az ördögöcskében. Mr. Sátánnal, Petrified Poop. Na hát akkor elő a kakikkal, srácok. Mutassátok nekem a kakikat. Úgy bizony. Tényleg egy timeout az általában mennyi időre basz ki embereket? Még én magam sem tudom. De más csatornákon van olyan, hogy valaki timeoutolnak, aztán egy másodperc múlva már megint ír. Általában van, ahogy csak egy figyelmeztetésként szolgál a dolog. Nálunk nem tudom, hogy működik.
Aj, most csak az életünk miatt. Mert a Devil Dealünk miatt. Azt hittem be fognak szorítani. Innen már könnyű lesz. És lesz egy alkunk is, srácok. Így né, Gimpi. Ásó meg nekem felesleges. De megveszem, mert egyszer mindent ki kell próbálni. Csak a 100%-os komp... izé... 100%-osan még tudja minden játékot. Na erről van szó, erről szól a kövült kaki. Nagyon legalább majd nem kell ide visszajönnünk, mikor az ásóval tovább akarok menni. Mert mikor mennék tovább a következő metre, mert az ásó tovább visz minket szépen. Az a láda, amiért hívogat engem. Kell, hogy elérhetetlen számomra. Baszd meg. Majdnem magam mentem bele. És még van egy item szobánk hátra. Itt is van. Ki a tüzeket gyorsan iktassuk ki, mert ezek felgyújtják magukat és erős motherfuckerök lesznek. Közben figyeljünk oda a pókra is. Csak ne ugorjatok bele a tűzbe. Mondom, ne. Köszönöm. Hogy ameddig csak a pokta, addig jó. The Wafer. Ez az. Most már nem kell félni a championoktól. Ennek örülök. Na jó. Valószínűleg piros, illetve piros, világos lesz az emeletünk. És ez így van. Ha visszajön kapja 12 órásban. De csak hogyha rosszalkodik. Tessék kinyílni és meghalni. Ó, csak 8 óra. De szomorú. Ha a stream elején bannoltunk volna valakit 8 órára, akkor nem soká visszajöhetne. Gondoljatok csak ebbe bele, srácok. Jaj, ne csontik. Szóval titok a csontik ellen távolról csinált faszopon. Mert ezek hülyék és nem látnak el hozzád. Zsír. Na de valamire lesz még végre valami. A Wafer egy olyan jó kis item, nagyon hasznos lesz a végjátékban. Elképesztő hasznos. Ó, tudtam, hogy még lőnöm kellett volna bele. Valahogy éreztem. Mert a kaki valóban utolért engem is egy lövésre volt attól, hogy szétváljon gyengébb kakivel. Na, még több Soulheartot nem kaphatok a kakikból? Még kajakra ragadnak a joystickjaim, ugye az egyik körömben az vett meg minket, szóval óvatosnak kell lenni. Inkább az erőszakosokkal kellett volna végeznem először. Te lehet, hogy még robbanni is fogsz. Annak viszont nem örülünk. Nem robbant el, annak viszont már örülünk. Te még nem tudom, te a vírus vagy? Ja. Nem egy csak a speeddown már nem jár hozzád, mint ahogy régen, de lehet, hogy még jár. Lehet. Ki tudja, haver. Hát ez nem jött össze. Ne! Ó, közel. Elég közel.
Ezek a tripla lövések csak a legrosszabbak. Na, nem tudok eltalálni. És annyi bombánk van, keresnem kéne a titkos szobákat. Olyan ellenségekre is kéne lőnöm bombát. Gyorsabb voltam. Na jó van, bazzik. Azért csak óvatosan. Mi van ezzel a játékkal, csak bombákat ad? Kecskéket? Én nem szeretem a kecskéket. Sőt, mikor meglátom a kecskéket az interneten, akkor egyből fejlegesítem magam, hogy miért mondta, ez a beszéd? Szüvelit gót. Emlegetett kecskem. Nem ott volt. Nem is hiszem, hogy volt még polifémasszom ebben a játékban. De most egy anyu kése az baszhatná neki. Most mázlit volt csont. Most mázlit volt. Hú, neked is majdnem megint mázlit volt. Ezek már erősebb anya szamarítunk. A boomerang. Én inkább még élnék egy picit. Az a verzióval, miért nekem jobban tetszik. Szerintem ugyanúgy 6-7 körül kezdek a jövőbeli streamekben. Általában úgy szoktam. Ez egy X-szeles emelt volt mind végig. Te szajha! Fel se tűnt, hogy egy X-szeres emelettel van dolgunk. Néha nagy buta vagyok. Ez most komoly, haver. Megint nem gyűjtök életet. Chad. Hogy téged mennyire nem szeretlek. Főleg, hogy szar itemet adsz. De még milyen szart. Még könnyű voltam. Rajtad is túl keresni. Csókokat adni, ilyen kis aranyos leírás. Várj meg itt rá valami ezen a szinten. Nézzünk az égkörben. Jobban járunk azért. Egy kis felfedezés. Egy zsebhoki. Bazd meg, a zsebhokira figyeltem. Kell nektek egy zsebhokiról beszélni. Ez csak a ti hibátok. De te azt akartok, hogy veszítsek? Nem baj. Ó, te már egy erősebb sávó vagy. Beléd kettő kell. Imádom a zsebhokit.
Hogy lehet nem szeretni a zsebhakit? Lehet, hogy bizonyos napokon korábban is kéne kezdeni az izét, a streamelést. Megetek ki mondjuk kettőkor, vagy nem tudom. Viszont akkor nem nyúlni ennyire bele az éjszakába, hogy tudja a fasz, hogy... Egy pont, hogy belenyúlna is, hogy egy extra hosszú streaming? Csak a helyzet az, hogy legtöbbször még ében se vagyok kettőkor, szóval nagy áldozatot kell hoznom. Ezek a szobák meg borzalmasak. Na jól. Betelt a pohár. Arcátlan. Bent, hogyha suli időben streamelnék, akkor meg végképp nem tudom, hogy kéne este leülni, és akkor csak 2 órás streameket nyomni, vagy 3 órásokat. Mert tényleg nagy dilemma lenne, mondjuk így este 6-tól 8-ig, vagy nem tudom, addigra már mindenki hazaérne, tehát még meg is tanultam másnapra a tanulnivalókat. Nekem minden bizonnyal tanulnom kell majd mindig másnapra, mert mint ahogy mondtam, érettségizni fog. De nem tudom, ha... Na jó. Menjünk tovább. Jól van, Oli kaka. Nem, mert rossz helyre hoztál. Ez csak egy black market. Ezt elbasztom szerintem. Mindegy. Ezt mocskosul elbasztom. Na szóval, hogy is kell ezt? Érettség után is semmi tervem nincs, semmi. Tehát, hogy meg kellett volna várni, ameddig földetér az asztal. Na jó, én ezzel nem próbálkozok. Nem tudom, hogy kell bebugolni magad a black marketre. Úgyhogy inkább menjünk a Bush picsába. A Binding of Isaac-et honnan ismertem meg? Szerintem még... Überhexor Nova csinált egy sorozatot, hogy addig játszott a játékra, ameddig be nem rage-elt rajtuk. Until I Rage, vagy Till I Rage, nem tudom, mi volt a sorozatnak a címe. És ott Isaac-edett, és akkor megtetszett a játék, utána néztem, találtam egy kisebb youtubert, azt mondtam meg egy Norton Lion-t. És akkor utána végül én is megvettem a játékot, és én magam is elkezdtem videókat csinálni róla. Aztán meg azóta inkább most már Cobalt Streak-et szoktam nézni. Szegényen elnek, mert nem követtem a... Most majdnem... Már 666 epizódos, vagy már annál biztosan több izét Rebirth sorozatját. De végignéztem a sima ezekből a... Majdnem 1000 epizódos sorozatot. Aztán majdnem 1000 epizódja volt már abból, mert lehet, hogy tévedek. Vagy csak 500 valamennyi? Nem tudom, de nagyon sok. Ha én nem akarok érettségizni, elég borzalmas év lesz. Hát ez nem érte meg nekem még. Három lövés kell egy kakiban. Hát ez nem semmi. Azt az ellenségtől meg félek. Range up. Zsír. 6 osztályos két nyelvű. Én 5 osztályos nyelvi előkészítőben. Hasonló cipőben nevezünk akkor. És nekem immár itt van az utolsó évem. És egyszerre átkozom a helyet. Meg egyszerre úgy vagyok, hogy haver, én nem akarok elmenni. Fura lesz.
nem találkozni olyan emberek, akikkel minden nap találkoztál korábban. Plusz én ki nem állhatom a változást is alapból, szóval... Nekem még jobban be fog tenni ez a izé érettségi dolog. Különös dolog. Három lövés a gridekben? Hát basszátok meg. Köszönöm szépen. Akkor már téged is. Micsoda szerencsénk van. Okay, ezek itt már nehezebb diók lesznek, úgy érzem. Főleg, hogy ezek még robbanhatnak is talán. Ja, és... Bazd meg! Nem vagy. És valóban robban is. Okay, ez már a következő szintre visz viszont. Emperor vagy Strength? Emperornak szerintem több hasznát veszük. Na, jól van akkor. Az nem kell. Spawnol csak a legyeket, bazd meg. Hát persze nem ért el a robbanás. Én ezek a zeneim, vagy máskor is hallgatunk. Azt Fallout streamekkel szerintem az én zeném fog menni, mert azt nem elszendékom a YouTube-ra feltölteni. The World. Two of Hearts. The Devil. Ilyen tetőnszövegkel csektetődnek per pill. Viszont megérték kulcsot a szoba? Nem egészen. Hát én beszarok. Kéne valamivel tudok kék szíveket generálni magamnak. Bármi, akármi. És még egy alkum nem volt az ördöggel, pedig Polyphemus mellé jó lenne. Vagy gimpit vettem? Vagy valamit vettem alkuért az ördöggel? Ezt tudom, nagyon szépen megfogalmaztam, de... Hát na. Az értitek. Jaj, kezd fájni a hátam. Ujjjj. Szóval Necropolisban vagyunk, hogy nem sérültem meg? Persze én csak örülök, nem akarok hálátlannak tűnni. Lehetnénk gyorsabb is egy picivel. Baszódj meg! Leszarom, meg küzdök a bosszunkon. Nem kellett volna erről így vélekednem. Főleg, hogy van egy nagyon buzi Brimstone támadás, a köszi Gimpi. Ideje volt, mert... Most fogja földhöz baszni magát. Köszi Gimpi megint, most generáltunk egy kis életet. Le is feszítettük. Nem vagy legalább a négy ping. Már is biztonságban érzem magam egy picit. Ezt meg hogy a faszba? Máskor nem tudnak eltalálni. Most meg egyből basszak. Mi a fasz vagyok itt, Gimpi? Fasz! Hú. Szia, kakamester, megint 8-adjára, 9-adjára, nem tudom hányszor köszöntünk eddig ma már. Kap be a faszomat. Nem te, hanem ez a izém. Kisanyja szomorító, aki a véremet akarja. Persze vegyek egy Steam Sale-t az utolsó izé. Tudod mit? Kap be, meg is veszem a Steam Sale-edet. Steam Sale.
200-nál megáll az élet, úgy fest. Mi folyik itt? Bazzeg, én a matektól hányok. Örülök, ha érettségim kettes lesz majd. Item szobánk volt, mert még nem. Az én nekropoliszban borzasztó. Ilyen, azért nagy a damage-ünk, de nagyon lassan megy az a damage, szóval mégis csak kicsi a damage-ünk most már. Köszönöm szépen, kakamester, jól vagyok, nem kell capstockban írni. Hát coxlap lesz a vége, kösz szépen, szentelt pénz, jó, murunk és megváltunk. Egy ilyen, egy olyan. Valahol egy tinted rock. Nem látok sehol sem. De azt hiszem mehetünk tovább. Lesz, hogy megyek tovább. Mit csinál Floyd? Én a tanárom miatt nem szeretem a fizikát sajnos. Lehet, hogy amúgy sem. Ó, ez az nem tudom mennyi életem van, körülbelül 3 szívvel jöttem ide. És ez egy nekropolis mellesleg a zene alapján. Na. Veled mit kéne itt kezdeni, Mr. Kaki? De már ettől a formájától jobban félek, mert ez charge-ol össze-vissza, mint a kurva isten. És kiszámíthatatlan. Emelt angol nekem, az csak jövőtől lesz. De nem félek tőle, és ha valamiből jól tudok teljesíteni, akkor az angol. Társalgás szinten tökéletesen megy elvégre. Szóval sehol máshol nem kéne bajnak lennie. Persze az emeletben olyan szavakat várnak kell, hogy tanuljak meg, amiket soha nem fogok használni. Maszk, szállj le rólam a kurva anyád. Hú, bassza, megderül velem, viszont akkor nem bentenek a szívek, hogyha nekik ütközök. Nincsen színelet külön. Majdnem lelövettem magam ezzel. Nengek fejleszti az angolom. Az is tudja, csak ott is annyi hibát ejtenek az emberek. Ez például most egy fekete piac. Ez már valóban a fekete piacra visz. Nekünk innen most mi lenne a leghasznosabb? Átokra nem hiszem, hogy nagyon lenne szükségünk. Átkokra. Szóval eladom egy szívemet. Főleg, hogy adott egy fekete szívet is. És itt van még egy, és mehetnék tovább, de akkor nem tudnám magammal vinni a negatívot. Krisztike kemért lett kit, illetve nem figyeltem. Spoonbender. Nem is hangzik olyan rosszul. Aztán belemegyek, Gimpi. Köszi. Gimpi a kurva anyád! Ez nem is Gimpi hibája volt, nem tudom miért szóltam, nem? Valakire kenni kell a hibáinkat, nem? Na
Két ijesztően a szomorítok vagytok. Na, hogy elszakadjon a lánca, mert úgyis el fog. A tier rate-em rosszabb lett ezzel a Spoonbenderrel? Boltban voltunk, mert még nem, azt akkor meg kell találnunk. Sajnos. Szerintem attól függetlenül még örülök ezeknek a nyomkövető lövéseknek. Kap be! Kanyarodj rá! Miért nem kanyarodsz sem? Jó, most kacok, sajnos itt most játszunk. Meg el tudom rendesen figyelni a csatot. Baszodj meg! Egyszerűen elbaszott vagy. Legalább a gameplay kifizetette volna. Bazegen boltomba akarok menni? Mit baszakodok én itt ezekkel? Pöcsöm ebbe a szobába. A pöcsöm ebbe a szobába jut, de ez elsősorban meg kell küzdenem. Azt a szívet lerohantam, mint a kurva isten. Leszarom. Ne, miért tetted ezt? Greed, miért? Állj, akkor vissza az arcade-ba. Mindegy, ezzel a szobával többet nem kell baszakodnunk legalább. Na. Folytatódjon itt a szenvedés. Köszikem. Hát aki hazunk ebből egy bloodbag-et, Gimpi is erre prokkol, király! Na... Ez jó lesz. Na, most ne add nekem a Maligant. Mert nem lesz rá szükség, ez az, köszön. Az nem is a Maligant, az a... Valami S betűs. Lefagy a stream. Nem tudom, mi lehet, csak azok... Ez az. Egy kis speed is. Mely tapnék a stream? Ameddig nincsen mi? Nem tudtam visszaszólni valami caps lockos beszélással, felsültem. Egy vesztes vagyok. De tényleg felesleges caps lockban jönni, haver, ezért is csak izé... Leütnek a moderátoraim. Na de akkor basszuk meg anyu, ez se egy olyan jó dolog kimondani. Two of Hearts, sajnos ez kell nekem. Pertrum, mert ezzel tudok change-elni dolgokat, szerintem ez egy D6-osként szolgál, egy egyszer használatos D6-os. Ez a tier rating miatt egy hosszú boss harc lesz. Sajnálatos módon. Apropó, skizofrének van egy kis sztorim, mert lehet, hogy nem pont az anyuharc közben kéne elmesélnem, mert meg fognak baszni. Szóval lentelünk a házunk előtti parkolóban.
Lászlóék akkor szerelték be az egyik barátom a kocsijába egy új mély nyomot. És izén... Általában csak úgy oda szoktunk hozzá menni, elszívunk percig itt meg ilyenek. És most is azon voltunk, és egyszer csak odajön hozzánk egy nő. Már akkor fura volt a beszédben meg a járásra egy picikét. És egyszer csak ugye már megszól, hogy kérhet egy szál cigit. Tölteni szoktuk a cigit, szóltam Balázsnak, hívják azt a barátomat, mondtam, hogy Balázs, töltsi meg a nőnek egy cigit. Olyan szépen kértem, nagyon ezt nem tettem hozzá, most csak építek a sztorihoz. Na mindegy. Ez fájt. A nő, mert töltjük a cigit, egyszer csak megszólal, hogy én skizofrén vagyok. És elkezd forogni a saját tengelyén. És közben jajgat, hogy jaj, 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 de ilyen hangsúlyban. És eléggé para volt. Aztán gyorsan megtöltöttük neki a cigit, én mondtam a Balázsnak, hogy na jó, Balázs, siessél az ember, ez ijesztő. És akkor megszólni, hogy te is Tamás vagy, én megmondom, nem, Balázsnak hívják, ja jó, Balázs. És akkor megkapta a cigit és lelépett. Tudom, ez is az étszer a sztoria volt, haver, de haver, skizofrének. Érted? Kibaszott skizok? Durva dolog. Vagy csak ilyen bolond volt a nő, nem tudom. Nem feltétlenül most kizolt, amikor skizónak hívtam magát. Ki tudja, ha nem értek a skizofrénekhez. Közben valami polgárháború van a csetemben, vagy mi folyik itt? Legyen béke és nyugalom, haver, most már csak 30-an vagyunk itt, de tartsuk meg a jó modort, tartsuk meg a kedvességet, szeressük egymást. Make love, not war. Na jó, még ne váljatok szét, mert így túl sokan lesztek, és én a sok ellenségtől megijedek, és hogyha egy ilyen hülye gyerek megijed, mint én. Már nem emlékszem, hogy Samuel Jackson mit mondott. Ó, tényleg jön az új Tarantino film Samuel Jacksonnal, én várom, ha The Hateful Eight. Tarantino 8. filmje. Ki tudja, milyen lesz. Én most csak próbálom itt összetartani az embereket, nem vagyok én hippi. Lehet, hogy jelenleg büdösnek büdös vagyok, meg ilyenek, de attól nem vagyok hippi. Ne háborút szeretkezz. Pontosan. Na, halljatok már meg. Mi mindig ez? Nem erre kell mennünk. Valahol egy színezett kő. Sehol. Gördling pontosabban. Fogd vissza magad. Te kis anya szomorítom. A homing sattyai meg homoljanak is be, hogyha már ennek hívják őket. A picsába rossz oldalt teljesen felfedeztem. Feltűnő X-eket kell keresni, de nincs. Szerintem ezután a kör után végeztem egyébként, skacok. Főleg, hogy lehet, nem is fog szépen végződni. Főleg, hogy egy fasz vagyok, és nem félek oda olyan apróságokra, hogy a kéznek az árnyéka nő rajtam éppen. Vannak még kedek? Szerintem most csak kettő kéz volt. És még ez se a jó irány. Csodálatos, az még miért átlátszom? Ez szellem? Miért vagy te szellem? Kösz az elérhetetlen ládád. Mi? Számoljunk el 10-ig? De úgyhogy csak egyszerre egy ember izélhet, akkor...
írhat egy számot, nem írhatja le egyben valaki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, csalás. Dolgozzatok össze, de ne akkor, amikor 32-en nézünk, akkor, amikor még 160-an nézünk. Ezt úgy kell csinálni. Úgy az élvezetes, úgy van benne izgalom. Amúgy írtó gyengék vagyunk, srácok. Srácok. Nem skacok, nem is srácok. Srácok. Nagyon gyengék. Ezzel kb. Nem tudok összehozni semmit. Amúgy hol vagyunk? Jutero 1. Nézzél építő tréning. Fúj, de rühelem ezeket a girdlingeket. Főleg, mikor nem is kanyarodnak rá a lövéseink közt. Szépen Edmund, hogy egy ilyen törött szart raktál bele a játékba. És tudsz, hogy egy horogkeresztet akartak felrajzolni az előbb. Mert még rohadt nácik is ráadás van. Miért nem homolsz? Haver, nyomkövető lövések? Vagy állítólag... Fasz. Így, nem. Hát ez nem a jó irány. No probléma. Bár no bueno sem. Jaj, ne. Ti csak szálljatok itt le rólam. Ki ebben a szobában már szívesebben vagyok. Mindig van egy kövült kaki, még mindig van esélyünk mondjuk Soulheart-okra a kakiból. Erről beszélek, haver. Erről beszélek. Amit egyből el is veszítünk, mert egy amatőr vagyok. Bekaputunk is egyet. Daddy Longlegs. Sokáig fogsz tartani, de... Könnyű vagy, baszódj meg! Álljál a vízben! Ennyit sérülni, nem baj, HP up, légy szíve valami jó kis kést. Semmi olyan, amivel nyerhetnék. Mekkora mezdő, hogy van egy ilyenem. Megváltoztatta az árát is viszont. Egy repülés jól jöhet. Nevezetek butának. De mindegy. Még van egy árkádunk, oda be kell néznünk. Baszódjatok meg, nem vagy itt van egy ilyen charge-ben. Igazából a kulcsokat is odaadhatom annak, de nem tudom, hogy akarom én. Hát, ha tudok még több HP up-ot szerezni. Úgyhogy úgy veszük, szereztem. Tudunk a kis ördögnek is fizetni. Kösz szépen, öreg. Akkor mi lehet hát, hogy te is fizetsz nekünk valami jóval. Baszodj meg! Egy irány tovább. Stream megyek 1.69-ig. Haver! Ez most ilyen erőltetett izének tűnt, amit most csináltam, de ez jó kis kappa poén lett volna. És egy bombám van most, veszem észre. Egy 69, igen, szívesen streamelnék. Észak-Koreának biztos valami ilyesmi órája van, azok állítottak valamit az órájukon.
sátánt lehet észképpelni, vagy muszáj egy ládába belemásznom? Szóval értitek. 4-20-ig blaze it. Sajnos nem fog menni, srácok. Szóval a kérdés az, az első működik, Siolban. Úgyhogy már aktiválva van a lamb és a dark room. Ez itt a nagy kérdés. 2069-ig. Oh, baby. Szerintem élni nem fogok addig, ha vagy. De persze, majd streamelek addig. Ki tudja, mi életem lesz, hogy még akkor is, még 70, nem tudom hány éves koromban még akkor is nyomni fogom. Sőt, akkor már... 80... Mennyi leszek, vagy 69, meg 3... 72. Jó, akkor ezt most nagyon jól ki 80-oztam. Jaj, haver, zsákutca? Igen. Szóval zsákutca. Mutatok én neked egy zsákutcát. És mindjárt kiderül, hogy az első működik itt, mert akkor egyből megyünk a Dark Room-ban. Ne. Csak óvatosok. És abban vannak szívek elszorban. Miért nem tudom meg, olyan ideje volt, mert... Pirulákkal már nem kezdek el itt kísérletezni. És erre lehet menni tovább. Szóval menjünk is. Wedding stream, szerintem én soha nem fogok megházasodni, haver. Szép is lenne. Mányit egy wedding stream, bár az is, hogy csak megházasodnék. Nem tudom, haver. Mert még nem is találkoztam korábban szerintem, mint boss. De hello, elég viccesen festesz. Csak itt gurulsz nekem. És custom gluttonicat toys. Érdekes. Ó, oh. Oké. Okay. Csak óvatosan. Ezek meg hánynak? Én meg sérülök. Na figyelj, és helyen kis tadá, mozdulatod. Itt a ribimba is a felsőm, vagy így festről, nem tudom, ha el... Ne szopass játék, ne szopass, itt most nem haltok meg egy ilyen szobában. Hú, bassza meg. Igazából a koponyákból előbb úgy faszszopók azok, akik nehezítik a dolgomat. És most vagyok is végezhetek egyenként. Hát persze. Ja, és ez volt az utolsó bombám, akkor jó, hogy elhasználtad, fasz. Megkockáztatom, hát ha egy full health speed down, lehetne rosszabb is. Troller 66679, vajon trollkodott, amiért timeoutot kapott? Mekkora mázli, hogy én nem szoktam figyelni néha a csetet. Valóban nem működik itt már az első. Ez csodálatos, akkor sátánnal valóban meg kell küzdenünk, mint férfi a férfival. Mint férfi a félig kecske, félig férfival. Annyira vészes csak nem lesz. A lemben már több dolgunk, gondunk lesz. Alacsony a DPS-ünk nagyon. De mindegy. Na, te mi vagy? Change. Hát, ha valahol látok itemet... Erre pont szükségem is van. Lovers. Most azt hiszem több hasznát veszem, mint a change-nek. Meg ennek is, mint a kakinak, mert már kakivel nem fog találkozni szerintem. Na, legalább a pónival végezhetnék. Miért annyi lett a póni? Na ideje volt, mert... Biciklis isak... Pusztuljál...
egy random bukott. Bukott diák. Kurva anyjad. Haha, még egy gyorsabb vagyok. Ez volt egy speed down-om. Kapjátok be! Oké. Korábban el kellett használni, mint akartam volna. Nem már. Fel se vettem. Hogyha valaki megérdemli tényleg a permabant, akkor bazzeg, neki menjetek. Hogyha visszajön és parasztkodik, egyezetek meg, hogy mondjuk 3 timeout után nyáraban, nem tudom, ahogy ti jónak látjátok, minek néztek ti engem. A streamer vagyok, nem a moderátor. Honnan tudnám a bannolásnak a szabályait? Én általában eleve akonyulok a dologhoz, amikor valakit permabannolni kell. Én ők timeoutolni nem is szoktam, egyből belevágok a sűrűjében. Én egyből bele a sűrűjében. Te is meghaladnál végre akkor. Én hozzá sem megyek nyúlni a moderáláshoz. Nem vagyok én moderátor. Fasz! Ha, még ráérünk. Lehet, hogy örülök inkább kis Chadnek, hogy itt van. 69 pénz, baby! 69 pénz. Bassz meg, és az én arcom borobban. Már unom ezt a Fallen harcot, haver, mert előbb vagy 3-mal végeztem. De se baj. Nem panaszkodok. Jézusom, totál bebagolt, vagy nem tudom, mi volt ez. Ez itt jó. Hát persze, hogy még egy is belefutottam valahogy. Na, sátán. Gimpi, hát mégiscsak itt vagy velem? Nem is emlékeztem rád. Te anya szomorítom. Folyton elhagysz engem random. Netán többször is prokkolhatnám. Na jó van. Jöjjenek a csülkök. Baby. Hogy nem bántják a robbanó kondomok. Nem lesz frankom. Gimpi! Fasz. Kicsit fogytán van az életünk. Na. Álljon már meg a menet, bassza meg! Oké. Okay. Csak semmi pánik. Rendben. Vissza kell mennünk életért. Meg azért a Jiraiért is, vagy mi volt az... Az a changes volt, annak nem tudom mi a megfelelője. Valószínűleg buktuk már a... Dark Room-ot. De se baj. Nekem nem kell a Petrified Poop. Jó éjszakát, Krisztikek! Jó éjt mindenkinek, aki távozni készül. Remélem, még egy egész szív van erre valahol. Mióta megy, már majdnem egy órája ez a kör. Már kezdem kevésbé érezni a bugit, plusz ez a kör kikészít engem. Nagyon alacsony a DPS-ünk. Me
Menj már be, bazd meg. Dark room. Nagy kulcsos szoba mögött mi lehet? Most nem tudom megengedni magamnak azt a gapit. I can see forever. De meg tudom change-elni a gapit. Sissit. Ne, haver! Ripperino pepperoni. Ez már nevetséges DPS. Ez már nevetséges DPS. Nem tudom a movesetjét a Fallennek. Milyen Fallen? A Lambnek. Ezért lehetetlen, hogy én tudjak valamit kezdeni velem. Szépen lassan se tudnánk megölni. Szerintem őszintén már ezzel se tudunk végezni. De mindegy. Én nem adom fel. Egyre sem beleálltam a brimstone-jába. Ennek örömére. Szép kis megpedölt brimstone volt, fiam. Meghalnál végül? Meg is halt. Nem áll jól a szénánk, és főleg a DPS-ing miatt az a baj. Rám itt csak ne facepalmoljon senki, itt most az Iron Jesus nem akart nekünk kialakítani egy jó kört. Csak egy olyat, ami jó arra, hogy boldogulj. De arra nem jó, hogy a végső bosszokkal meg tud küzdeni. Sőt, hogy látszik, egy bosszal sem, mert te nem végső boss vagy. Te valahonnan a barlangokból jöhettél. Hát és látjuk, hogy milyen lassan öltem meg. Ne csak türelmesnek lenni. Jaj, csáb. Bazd meg magad, haver. Egyik legtöbb HP-val rendelkező korábbi boss. Aztán meg is sérültem, de Gimpi ti segít, aki vezessük bele a szentelt vízbe, úgy fest, hogy az segít. Csak aztán felszívodik. Megközben folyton kapom vissza az életemet is azért. Jaj, mi a... Oké, ez így egy necces szoba lesz. Simán el tudom képzelni, hogy itt legyük a végünket. Vagy monstroikkal kicsinyáltatjuk ezt a kibaszott izét. Mert az egyiket megöltem. Ultra Breath-ed. Ultra harag. 2016 őszétől a mozikban. Most bezzeg már, nem akarják kilőni. Na, kollégát te robban? Ó, oh, ez volt, végre ideje volt. Hogyha ilyen lassan, de biztosan fog menni a lembel is. Azért ne szedjük el magunkat, hogy biztosan. Az a biztos csak, hogy lassan. Akkor nem tudom. Egy két órás kör alatt meg lesz. Főleg, ha a Gimpi tud gyakran prokkolni. Kellett nekem azt a pirulát bevennem. És kell átsétálnom a brimstone-okon. Egy meghalt. Nem gondoltam, hogy valaha látni fogok egy ilyet. Na, te is meg akarsz halni? Köszönöm! Hú. Higgyetek Péter Berezkiben. Berezki Péter. Miért mondtam ilyen Facebookosan fordítva a neve? Mert angolosan nem tudom. És most miért mondtam azt, hogy Facebookosan, mikor az igazából angolos, amerikai és külföldi és... Mert Facebookon is úgy van a nevem, valószínűleg azért, de...
Hát nem. Én nem vagyok ilyen Facebook szajham. Te meg honnan jöttél, seggfény? Állj bele a szentelt vízbe és légy áldott. Sötét bestia. Létszi mondta, hogy jó irányba megyek. No. Többen vannak! Hárman, legalább hárman vannak. Gimpi! Miért akarsz életben maradjak, Gimpi? Látszik, hogy el vagyunk átkozva. Miért nem adom egyszerűen fel? Ja, mert én soha nem adom fel. Már emlékszem. Picsába, mert Sissinek a pókjai meg... Közben szintén azért csináltanak damage-et az ellenségnek. Hát ez srácok elképesztően lassan megy. Soha nem fog meghalni eddig sem. Hát persze, hogy magamtól belsétálok utána. Meghalt az egyik? Csodálatos. Nos, én is követni fogom. Állja meg a menet. Az meg csak ott ne sz... aztán átmegy a saját izé szülöttjén. GG, haver. Ott tényleg tudsz lőni felém. Oké, egy szívem van még, hogyha, hogyha ezt túljam, akkor vissza tudok menni feltölteni magam. És ezek után én már nem hallhatok meg itt azért mégsem. Olyan kevés életük van, mert... Te meg honnan jöttél? Mindegy, még élek. Én meg csak hinni akarok Gimpiben, de nem nagyon akar segíteni a szemét. Létszi mondd, hogy ez a jó irány. Az, hogy ezek is tudnak meglepetést okozni, csak ezeknek kevesebb életük van. Az a mázlim. Fasz! Ó, egy meghalt. Jöjjön a következő is akkor. Kérem a következőt, Dr. Bubo. Szerintem Dr. Bubo hamarabb átvágná magát ezeken az ellenségeken, mint én ezzel a kurva lassú izével, Polyphemosszal. Tehát mit tudod, egy kibaszott bagoly szerintem még a diagnózusai szarok voltak. Diagnózis, nem diagnózus, mi a faszot? Nem is tudok már magyarul sem. Diagnózust! 2017 elé tudom, azikban... IMAX 3D-ben. Stars, random teleport kártya lenne. A játék azt akar, hogy éljek. A lemb az szépen. A nem szépen lassan fog engem kinyírni. Már hajnali 2 múlt 8 perccel, haver? És én tudjátok, mit fogok csinálni? Végzek ezzel a körrel és nézzek egy kis kobalt streaket. És megnézem, hogy megtanulom tőle, hogy kell rendesen játszani, haver. Ez minden szar körből ki tud hozni egy jó kör. Na jó van, srácok, higgyünk Gimpiben, higgyetek bennem. Hú, oké. 3, 2, 1. The Lamb. Oké, ez totál kivitelezhető és kacok. Ne szóljuk el. Legalább így megismertem a movesetjét is. Épp időben ki tudtam kerülni. Köszi, Gimpi!
Haha, nekem van egy gimpim, neked még szarod sincs. Lamb. Ezzel se tudtál elérni. Most kibaszott fia fejet vághatok, de ha koncentrálok... És ki kéne oltanom a lángját, vagy... És mit kell csinálni veled ilyenkor? Oké, minden esetre lövöm. Egész sziasztok, kicsit Dark Souls-os zenéje van. Leszámítva az elektronikus zenerészeket. Oltsuk meg ki a lángját. Múltkor totál kioltottam a lángját. Úgy van 5 bombám, mi a fasz csinálok? Jó, hogy el se érem a bombámmal, mert egy buta pöcs vagyok. Ez az végre. Most nem tudom, hogy jó-e nekem igazából. Minden esetre... Robbanj! Hogy nem tudsz robbanni? Dehogy nem tud robbanni. És elfogytak a bombáim. Hű, haver. Nem tudom, mit csinálok, bassza meg. És megcsináltam, bassza meg. És meg ez életem győzelme volt, haver. Ennél felemelő pillanat nem lesz az életemben soha többé. Ilyen nem lesz. Elértem az életemnek a csúcspontját, mostantól meg is hallhatok, haver. Most már boldog leszek. Fú. Megérte vajon? Minden bizonyom. Hány százalék nyerünk, hogy jött, nem ír? Nem tudom. Még 2 ending van hátra. Na jó van. Haver, ez nagyon kemény volt. Ez az utolsó dolog, haver. Fú. Na jó van. Szerintem én mára végeztem. Nem. Tegnapra végeztem, amíg lehet, hogy streamelünk. Persze nem ígérem meg nektek, hogy valóban így is lesz. De hű, haver. Wow. Csodálatos stream volt. Most már vége, haver. A lamp meg egy kibaszott punci, haver, azt bárki meg tudja ölni. Kétszer sérültem meg körülbelül. Azt hittem, hogy valami totál OP szardarab lesz, de nem. Egy kis... gyenge szardarab volt. Mikor lesz a kövi? Nem tudom, szokásos időpontok 6-7, hogyha lesz holnap. De most a nyarat nagyon szívesen végig streamelném igazából, de nem tudom, hogy tudom kivitelezni. Mindegy, szerintem mindenki fáradt, én biztos fáradt vagyok, bár még úgyse fogok lefeküdni, mert nem tudom, inszomniás vagyok. Mindenesetre köszönjük szépen a streamet, kacok, tényleg a legjobb community vagytok az egész világon, főleg ez a 37 ember, aki itt maradt, de nem vettem meg azokat se, akik leléptek korábban. 170 vagy nem tudom hány emberrel kezdtük a streamet, lehet, hogy túlzok ezzel a számmal, de ez egy csodálatos szám amúgy is, és ilyen engem tényleg boldogát tesztek, haver. Legalább ennyi apró örömöm legyen az életben, meg az, hogy ilyen alacsony damage per second-del meg tudtam ölni a lembet. Na mindes kacok, köszönjük szépen a streamet, viszlát a következőnél, ami fogalmas sincs, hogy mikor lesz, és... Hát addig is sziasztok mindenkinek, szép éjszakát!